Jó, hogy édesatya. Drága Isten, mi kell foglalkozni valaki? Szeretjük köszönteni a testvéreket. Isten tiszteltünk kezdetén énekeljük a református énekeskönyve a 392. Énekeskönyve pedig a 404-es énekeskönyve. Ez egyháznak a Jézus a fundamentum. 404-es. Az egyháznak a Jézus a fundamentuma, a szent ígére épült a lelki temploma, leszálltom engel hívni, és eljegyezni őt, csak egy nevet magasztott, csak egy cél vonja ő, és egy terített asszal ad néki új erőt. A világ fejedelme feltámad ellene, vagy ha nincs még egykor felderül majd az Úrnak hajnala, csak virasszói kérdik, meddig az éjszaka. Sok bajban, küzdelemben meghajszolt, megvetett, de szent megújulás míg látomása egykor, dicsőrbe teljesül, a győzedelmes egyház Urával egyesül. A három egy Istennel már itt a földön egy, az üdvözült sereggel, ennyit is egy sereg. Ó, mi áldott reménység, ha itt időnk lejár, te boldog szentjeiddel fennállod végre vár. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunk Jézus Krisztustól. A mi Isten tiszteltünk megáldása, megszentelése, őszintévé és tisztává tétele jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Amen. Nekünk még egyet. A 234-es a baptista énekeskönyvben, és a 460-as a református énekeskönyvben.
Dicséret, dicsőség, tisztesség és hálaadás. Szentek Urának légyen örök magasztalás, kiben soha nincs elváltozás, vagy ígérettől elhanyatlás, tőle fejünkre szálljon áldás. Dicsérünk, magasztalunk téged, mennyi édesatyánk, felséges Istenünk, köszönjük te néked, hogy te elfogadod a mi gyarló éneklésünket is, hiszen hol van ez az angyalok dicsőítéséhez képest, hiszen te azért adtad az embernek az énekhangot is, hogy a madarak énekével együtt dicsőítsük a te dicsőséges nagy nevedet. Köszönöm te neked, édesatyám, hogy újra ítéltek, beköltsz egy gyülekezetbe, Uram. Legyen tiedért a dicsőség, hogy ebben az új esztendőben is lehetőséget adtál arra, hogy eljöjjek, hogy megtartottad életünket, Uram, elmúlt héten is. Köszönjük te néked, mennyi édesatyám, hogy te megbocsátod a mi bűneinket, úgy, ahogy a hó ellepi, a szennyet és a piszkot eltakar mindent, a te drága véred is úgy fedi el, úgy fedezi el a mi bűneinket, és arról többé soha meg nem emlékezel. Könyörgök te hozzád, mennyi édesatyám, ezért a gyülekezetért is. Te szaporítsad ezt a gyülekezetet az üdvözlőkkel. Könyörgök te hozzád, te áld meg gyülekezetnek a vezetőit is. Könyörgök te hozzád, te áld meg mostani együtt létünket, az ige szólóját és hallgatóját egyaránt. És adjad valóban, hogy ami elhangzik, ne emberi szó legyen, hanem te adjál szót számnak megnyitásakor, és minden hiába valóságot védj a te gyarló szolgált szájából. Könyörgök te hozzá, te töltsek bennünket szent lelkeddel, hogy oda tudjunk figyelni, és te tedd a mi szívünk talaját, jó termőföldét. Hogy az ige nyomán tudjunk hasznos gyümölcsöket teremni, te neved dicsőségére, a felebarátunk használni, és a magunk tudnére. Amen.
kedves testvérek, az a szent ige, amelynek alapján Isten szent lelkét segítségül hívat, bizonyságot szeretnék tenni előttetek írva található Máté írása szerint való Szent Evangélium 20. részében a gonosz szőlő munkásokról szóló példázat, amely az első 15 versben található. Tehát a Máté írása szerint való Szent Evangélium 20. részének az első 15 versében a következőképpen. Hasonlóan mennyek országba egy gazdához, aki korán reggel kiment, hogy munkásokat fogadjon a szőlőjébe. Miután megegyezett a munkásokkal, majd napi egy dénárban elküldte őket a szőlőjébe. Amikor kiment 9 óra tájban, látta, hogy mások is állnak a piacon tétlenül. És azt mondta nekik, menjetek ti is a szőlőkbe, és ami jogosan megélet benneteket, megadom nektek. Azok pedig elmentek, ismét kiment 12 óra körül, és délután 3 óra tájban, és ugyanígy tett. Amikor pedig késő délután 5 óra tájban is kiment, még mindig talált olyanokat, akik ott álltak, és megkérdezte tőlük, miért álltak itt egész nap tétlenül? Azok pedig így válaszoltak, mert senki sem fogadott meg bennünket. Erre azt mondta nekik, menjetek ki is a szőlőmbe. Amikor pedig este lett, ezt mondta a szőlő gazdája vincellérjének. Hívd elő a munkásokat és fizess ki a bért. Az utolsókon kezdve az elsőig. Ekkor jöttek azok, akik 5 óra tájban álltak munkába, és kaptak egy-egy dénát. Amikor azután az elsők jöttek, azt gondolták, hogy többet kapnak, de ők is csak egy-egy dénát kaptak. Amikor átvettek, zúgolódni kezdték a gazda ellen, és ezt mondták. Ezek az utolsók egy órát dolgoztak, és egyenlővé tettek őket velünk, akik a nap hevét hordoztuk, és a hőségét szenvedtük. Ő pedig így felelt egyiküknek. Barátom, nem cselekszem veled igazságtalanul. Nem egy dénárban egyeztél meg velem? Vedd, ami a tiéd, és menj el. Én pedig az utolsónak is annyit akarok adni, mint neked. Hát nem szabad-e nekem azt tennem a javaimmal, amit akarok? Vagy a te szemed azért gonosz, mert én jó vagyok? Így lesznek az utolsókból első, és az elsőkből utolsó. Kedves testvérek, ez a ige szakasz van a református bibliolvasó vezérfoglaló terén, az Új Szövetségből mai napra jelölve. És amikor megkaptam a meghívást, akkor mindjárt elővettem, és elkezdtem tanulmányozni, hozzá hallgatni még más szolgálatokat is, mert nem szabad az Úr szolgálatába felkészületlenül menni. Ugyanolyan, hogyha felkészületlen megy egy szolga, mint aki a sivatagba készül, és nem visz magával se vizet, se eledet, se kalapot a fejre, mert ugye hát azt hiszi, hogy na hát, majd megy ez úgy. Majd oda jutok így is, ennélkül is, hiszen én gyors vagyok. Itt pedig láthatjuk, hogy egy gazdáról van szó, akinek nagy birtoka volt, nagy szőlő birtoka. És hát ugye egymaga, azt még a családjával együtt se bírta gondozni, még ha akármilyen nagy családja is lett volna. Tudjuk, hogy az araboknál ottan több nehézség van, és elég nagy családdal rendelkeznek. Ezért kiment a piactérre, és munkásokat fogadott fel. Munkások. Hát tulajdonképpen
a munkásoknak is meg kell élni valamiből, akiknek nincsen földjük. Emlékszek vissza az én gyerekkoromra, nagyon szegény családba születtem, nekünk nem volt még egy talp alatnyi földünk sem. Édesapám földműves és napszámosnak volt titulálva, bejegyezve. Tehát csak abból éltünk, a másoknak a munkájából, ahova mentünk, meghívtak dolgozni, vagy pedig bérletbe vettünk ki, árendába, úgy nevezett árendába földet, és ezt műveltük, és annak a nem tudom, harmadából, aratáskor a tizedéből. Tehát én nekem nem ismeretlen ez a dolog, ami itt le van írva a Bibliában. Mai fiataloknak már ismeretlen, nem tudják azt se. Mert most már nem igen a piacon szedik össze a munkásokat, hanem feladnak hirdetést, és akkor úgy toborozzák. Tehát a gazdának szüksége volt munkásokra. Nincsen másképpen az Isten országában sem, ott is szükség van munkásokra. Egyik helyen az Úr Jézus mondja is, hogy kérjétek az aratásukat, hogy küldjön munkásokat az ő aratásába. Itt viszont még nem az aratásról van szó, mert az aratás majd mikor lesz csak? Majd a végén az Úr Jézus eljövetele, akkor lesz az aratás. És azt a ige szerint nem is mi földi emberek fogjuk végezni, hanem az angyalok, ahogy meg van írva. Melyik példázatban is mondta ezt az Úr Jézus? A búza és a konkoly példázatában, amikor a munkások azt mondták, hogy kimegyünk, azt kitépjük a konkolyt, igaz? Tehát az majd az angyaloknak a dolga lesz, a külön válogatás. Mi nekünk pedig az a dolgunk, hogy végezzük azt a munkát, amit rám bíz a szőlő ura. Kinek-kinek más a munkája. Sokfajta munka van egy szőlőben. De bár akár milyen munka is, sokfajta munka van. Mint ahogy nem egyformán kaptuk a kegyelmi ajándékokat, kinek-kinek érték szerint adatok, tehát Isten soha nem bíz más munkát a munkásokra, mint amihez megadta neki a tehetséget, a lehetőséget is. Pál apostol írja az egyik helyen, hogy ne akarjatok sokan ige hirdetők lenni, mert tőlük több kéretik számon. Több. Mert az van megírva a Bibliában, aki szól, mint egy az Isten igéjét szólja. Ne hiápoljunk rágokat. Nem véletlenül én mindig szoktam kérni, mennyi édesatyámat, hogy minden hiábvalóságot vegyék a számból, csak ami hasznos, a szükséges építésre. Azt hagyják az ige hirdetőnek a száját. Megfogadja a szőlőmunkásokat. Ki legyen korán. De akkor még ugye nem olyan sokan voltak. Pedig ő azt olvasok, hogy mindent, aki ott talált, azokat kiküldte az ő szolgakertjében. Ez azt jelentette, hogy annak idején a kezdetén, a Jézus Krisztus elköltözése után, mennybe menetele után, ugye, még csak kevesen voltak, akik befogadták az Úr Jézus Krisztust is, beállíthatta őket az ő munkájába, még csak kevesen voltak, igaz? Először csak a 12. Őket is kiküldte, utána 70-et küldte ki, utána aztán gyarapodott az egyház, és Jézus elmondotta a 12-nek a misszió parancsot,
Hogy is hangzik el? Elmenvén szélesebb világra, hirdetvén az evangéliumot, tegyétek tanítványán minden népeket. Csak a zsidókat? Csak azokat, akik közel állnak hozzám? Minden népeket. A királyi mennyegzőnek a példázatában, ugye, mert a hivatalosok nem akartak elmenni, épp ezért hívjatok be mindenkit. Csonkákat, bonkákat, koldusokat, és akkor ugye, az még az sem volt kikötve, hogy hát a részegeseket ne hívja be. Senki, mindenkit, akkor csak találtak, így van benne a Bibliában. Igen ám, de oda mennyegzőre is meg volt a feltétele, hogy hogy leszed bevenni. Csak mennyegzői ruhába. Ez pedig nem mi öltögessük össze magunkba, vagy kuporgatva megveszük a legdrágább mennyegzői ruhát, ezt kapjuk, ezt csak kapni lehet. Ez tiszta fehér ruha, pedig ez azok, akik megmosták ruhájukat a bárány vérében. Ezt kapni lehet. Elmentés, gondolom, hogy a szőlőmunkásoknak is adott védőfelszerelést, ruhát, még lehet, hogy még metszőkést is, vagy amit kellett, amilyen szerszám kellett, a gazda biztosította neki. Ugyanígy biztosítja a mai munkásainak Isten a feltételeket, a lehetőségeket. És soha nem gondoltam volna, hogy még nekem még gépkocsim is lesz. Katonakoromban megszereztem a jogosítványt, mert ottan már mint gépkocsi vezető is szerepeltem. És hát hagytam elévülni, mert hát nem újítottam meg, hát minek. Nekem már, én olyan szegény voltam, hogy hát úgy sem lesz nekem arra pénzem, hogy még valahogy kocsim legyen. És akkor, amikor én felépültem 1971-ben betegségemből, és jelentkeztem a teológiára, akkor Isten adott itt szabadot. Mégpedig úgy, hogy én nem kellett meg se vásárolnom. Mikor állítottam még, hogy nagymamám meghalt, akkor örököltük az ő lakását, négyen vagyunk testvérek, és hát elosztottam, én vagyok a legidősebb, elosztottam négy fele, pedig már nekem jutott volna több rész, mert én már én ott is laktam, és építkeztem is hozzá a nagyanyám házához. Mondták is az öcseim, meg az öcseim, meg a húgom, hogy hát ez így nem igazságos, de mondom, ez így igazságos. Négyen vagyunk, négy fele osztjuk. Én ugye eljöttem onnan lakni, tehát. És 5000 forint jutott, mert 20000 forint adtuk el azt a lakást a időben. 5000 forint jutott, ezt én bementem postahivatalba, hogy hát ne legyen itt a pénz, mondom, hát beteszem a postán takarékba. Hát miért akarok? Hát mondom, milyenek vannak? Hát van itt a nyereménybetétkönyv, autónyereménybetétkönyv, még lehet kamatozóra is. Hát mit javasol? Hát azt mondja, 5000 forint, hát van egy ilyen autónyeremény betétkönyv, azt mondja, aztán, hát tegyük be arra. Hát jövetek. El is felejkeztem már róla, nem is éltem. Egyszer csak a postára mentem be, és legelbe valamit kellett befizetni, vagy nem tudom miért, mentem be a postára, láttam, hogy az ajtóra ki van függesztve egy nagy autónyeremény sorsolás. Hát, gondolom, hogy nem magamtól, hanem Isten lelkén is, hogy hát, nézem már meg, de nem volt nálam se szervény, meg azt is tudtam, hogy ott fogadott el a feleségem ezt a betétkönyvet. Hazamentem, aztán megkerestettem vele, szélmentem az otthoni postára, aztán megnéztem, hát kihúzták a trabantot. Igen ám, de hát ez olyan dolog volt, hogy én már régen kihúzták, már hónapokkal előtte, suvaló sorsolásod, azt mikor én bementem a postára, azt mondja, hogy erre már ne számítson.
esetleg az árát megkaphatja, de már a kocsit nem olyan kapott, akkor az ragad. De azt mondja, egyet lehet tenni, írni kérvényt, azt mondja, hogy hívjának a nyeremény osztálynak, azt mondja, aztán írtam egy kérvényt, nagyon nagy szüksége volna rá, mert nem írtam meg azt, hogy miért csak szüksége volna rá, hogy mire. Megengedélyezték, megkaptam azért a Trabantot, ezzel tudtam járni, Debrecenbe teológiára, mert ugye én vasútnál dolgoztam, tehát nekem nem volt szabad szombat, meg vasárnap, így csak úgy tudtam eljárni a levelezőre, hogy megcseréltem a műszakot, úgyhogy előttem már valami bekerültettem, és én visszaadtam neki a szolgálatot. Azt ráadásul még két szemét még útközben felvettem. Nos, vajon felvettem egyet, és Tiszapirőn egyet, azt vittem őket is oda. Tehát Isten gondoskodott, azért mondom, szerszámról is, meg mindenről, azóta is mindig megadta az Isten lehetőséget, hogy legyen azzal, amivel eljöjjek ide, és hogy bárkál, ahova küldök. Ezek a munkások kimentek és dolgoztak a nap hevében. Ez azt jelenti, a Biblia nyelvére lefordítva, hogy van, akiket az Úr fiatalon híven. És egész életüket úgy tudják szentelni az Úr szolgálatára. De nincs kikötve, hogy csak igehirdetőnek mehet az életet. Nincs kikötve. Nagy a munkamező az Isten országában, nagy a munkamező. Sok lehetőség van, hogy az ő dicsőségére végezzük a mi munkánkat. Még a TSZ-be is. Ott is. Mert ott is alkalom nyílik a bizonyság tételre. Ott is lehetőség van. Úgyhogy én nem mentem el parókus lelkésznek, meg volt azok annak is, mert párom azt nem tiltott, nem ellenőrizte, hogy elmentem a teológiára, de azt mondta, hogy épp akné nem lesz. Elmehetek, de én nem jön be. Mert nem érezte úgy, hogy meg tud felelni annak a követelménynek, aminek egy aknének meg kell tudni felelni. Mert ugye tudjuk, hogy a parókiának a fala üvegből van, tehát a lelkésznek a felesége sem, meg a lelkészség azt csinál, amit akar, mint a világfőjei, mert ezeknek elnéznek. De a lelkésznek, vagy a lelkész feleségnek, sőt még a gyermekeinek is úgy kell élni és viselkedni, hogy ez kedves legyen az Urának, aki elhitte. Így aztán nekem megadta az Úr az igényt, hogy a munka, bármilyen munkában hívattál el, maradj meg ott. És így ott maradtam, én megmaradtam vasutasnak, de ettől függetlenül, ahova hívtak, soha nem utasítottam vissza szolgálatot, helyettesítés szempontjából, soha. Akkor ugyanúgy csináltam, mikor a teológiára jártam, hogy felkértem a kollégámat, gyere be helyettem, én még elmentem, visszaadtam neki. És nem is volt ebből semmi baj, nincs. Semmi baj, mai napig, csak hát most már szabad vagyok, mert nyugdíjas vagyok. Mondták is másokkal, hogy hát jól bírod magad, hát miért nem mész el ekkor vagyonőrnek, vagy mit tudom én, hova dolgozni, mondom. Nekem 44 évig parancsoltak. Nekem most már csak egy dolog van, aki parancsol, és maga az Úr Jézus Krisztus. Tehát elküldte, én ugyan már 40 éves voltam akkor, amikor engem az Úr elküld a munkájába. De vannak, akik ugye fiatalon, egyből az iskola elvégzése után, gimnázium elvégzése után oda mennek, teológián mennek, ugye, tehát azoknak viszont több a munka ideig. És a különböző időpontokba hívja el az Úr a szolgálatra embereket. Van, akiket éppen
nyugdíjas években éve. Bemlítettem, hányott emlékül Liza nénit, aki Biatorvágyon egy belmissziót alapított. Ott sokkal találkoztam, akik ott értek meg, 60-70 évesek. Fogadták a szívükbe az Úr Jézus Krisztus. Tehát azért mondom én, hogy nem csak fiatalon lehet beállni a szőlő munkába, hanem idős korba is. És természetes, hogy nem vár el több munkát, nem várt el a gazda azt azoktól, akik 5 órakor mentek, hogy ugyanannyi munkát végezzenek el, azért az 1 dénárért, mint akik először beálltak a munkába, igaz? Idő arányosan követéli meg a munkát. Ki amit bír csinálni, azt végezze. Ő is mondotta is, hogy aki csak egy pohár vizet ad az én nevemben, annak jutalmát veszi. Legjobb példa erre, a latok, igaz? A jobb készen lévő latok. Tudott-e már az valamit is munkálkodni? Az Isten szőlő munkájában, az őrös kertjében nem. De mégiscsak munkálkodott valamit. Mit gondolunk, hogy mit? Megszólította a másikat. A másikat megszólította, már annak megszólította, hogy mi méltán viseljük ugye ezt a büntetést. És lehet, hogy ezt a százados is hallotta. Ugye? Na ott volt ő is a keresztevén. Tehát azért mondom, még az utolsó órában is lehet munkálkodni. Még a halálos ágyon is lehet. Ezt mehetnek oda olyan rokonait, akik még nem az Úr Jézuséi. Soha nem felejtem el egy áldott emlékű idős néni Szilvásváradon. Volt és leukémiás volt, hosszú idői keresztül. És hát elmentem hozzá, már az utolsó stádiumban volt látogatni, és látszott rajta már akkor, hogy valak rajta voltak, és minden, hogy már közel van az elköltözéshez, és hát bizony elpityeredtem magam. Aztán annak az asszonynak ragyogott az arca, akkor is. Azt mondta, hogy Kálmán tetszett. Azt mondja, ne sírjál, hát én kész vagyok menni az Uramhoz, mert én nála jobb helyen leszek, mint itt vagyok már. Még ő vigasztalt engem. Ugye? Még a halálos ágyon is, és gondolom, hogy nem csak én voltam így vele, hanem olyanok is, akik még nem voltak az Úré. És mentek, elmentek, meglátogatni. Ugye? Bizonyságot lehet tenni még az utolsó órában. Tehát láthatjuk, hogy ezeket a szőlő munkásokat elérte az Úr és egyenlő bért. Mi is ez a bért? Az Isten országban való munkásoknak mi a bére? Az üdvösség. Az üdvösség, igen. Azt mindenki megkapja, az is, aki az utolsó órában ért meg igaz alaton, és megkapta az is, akik fiatalon, vagy fiatalabbak. Például a tanítványok éppen az előző szakaszban kérdezték meg Jézustól, mit? Mi mindenünket elhagytuk, mi lesz a jutalmunk, igaz? Csak a jutalmazásban lesz majd különbség. Mert a bér az azonos mindenkinek. A bér igen, az üdvösség az üdvösség, megvan. De a jutalmazásban lesz különbség, mert nem egyformán munkálkodtunk. De a legkisebb jutalom is nagyobb, mint az itteni földi jutalmazás lehet bárki. A legkisebb jutalom is nagyobb. Már maga az, hogy együtt lehetek az Úr Jézus Krisztussal, az már maga egy nagyon nagy jutalom.
És lehet, hogy nem kell vizet adni neki, mert akkor nem kell se enni, se inni van, mert mi lesz a táplálék ott az embereknek, már a hívőknek? Az igen, Isten beszéde. Isten szól. Ott is fog beszélni, ott már szívről szívre láthatjuk és hallhatjuk. Tehát nem kevés az, amit kap az az egy dénár. Az az egy dénár, az mindennel felér. Az örök élet mindennél. Pontosabb az emberek számára. De csak azok számára, akik ismerik is az örök életnek a titkát. Na de hát, hogyan ismernék meg az örök életnek a titkát? Mi módon hihetőnek igehirdető nélkül, igaz? A hit hallásból van. Ha nem hallották, akkor hogyan hihetnének? Na, ezért vagyunk mi felelősek. Ezért vagyunk mi felelősek, akik már az úrei vagyunk, akik beálltunk a munkába. Azok a szőlő munkások, amikor metszették a szőlőt, nem tették, hogy most kihagyjuk egy-két tőkét, nem metszem meg, igaz? A legközelebbieket kellett először, igaz, ami előttünk volt, ez azt jelenti, hogy elsősorban felelősek vagyunk a szeretteinkért. Őket bíztanak legelőször is Isten, a mi szeretteinket. Na most mik vannak még hozzánk a legközelebb? Először a szolga, szomszédaink. Azok hozzánk legközelebb, igaz? Tudják ki azt, hogy van örök élet, vagy nincs örök élet? Tudják ki egyáltalán. Mikor én néha szoktam stoppost felvenni, mikor jövök az a szilvásról, aztán nem sok, körülbelül 7 perc még leérünk, de az az első, hogy megkérdezem tőlük. Ismerik az Úr Jézus Krisztus, és tudják, hogy van örök élet és pár. És nagyon sokan azt mondják, hogy nem is hallottak még róla, nem is tudják, nincsenek megkeresztelve, szüleik és pogányok voltak. Én nem mondtam nekik, pedig van örök élet és kárhozat az Úr Jézus Krisztusban, elmondom nekik röviden, gyorsan, és az, amikor megállok, kiszállnak a kocsiból, és átszállnak buszra, vagy egy másik tokkal mennek tovább. Ez a beszélgetés még neked eszébe fog jutni majd egyszer, de nehogy késő legyen. Amit mondott az Úr Jézus a farizeusoknak? Ha nem szóltam volna, nem volna bűnötök. De az a beszéd, amit hallottatok, azt szokt titeket kárhoztatni az utolsó napon. Tehát most már hallottál róla, hogy van Jézus Krisztus üdvösség adó, el kell fogadni. Keresd az alkalmakat, ahol Jézus Krisztusról beszél. Aztán a következő munkahelyen, igaz? Ott is. Elég baj az, ha nem tudják rólad, hogy te az Úr Jézusé vagy. Mert nem látszik meg rajtad. Ugyanúgy a trágárvicségben, ugyanúgy részt veszel, ugye az italozásban is, vagy bármiben, hogyha kocintani kell. De hogyha tudják jól, akkor már lehet, hogy csak hezből fognak kísérteni, mert úgy is tudják, hogy is szokta sikert. A nyelv beszél részt a trágárságaiban. Én a beszélek könyvében mondja, hogy fiam, ne követd őket. Vissza kell utasítani, ha hívnak téged, hogy csábítanak téged.
Most ugye 3 hétig voltam kórházban, Mezőkövesden, és egymást váltották a szobatársaim hatágyas szobába. Adottam, és hát bizony elég komoly viták kerekedtek ki, mert legtöbb része mind ateista volt. Voltak köztük katolikusok, voltak református is köztük. És akkor beszélgettünk. Az Isten igényéről, az Isten országáról, a kározatról, üdvösségről. Csontjaimban rekesztett tűz, ezt mondta a próféta, igaz? Nem lehet tehetem, hogy ne szóljak. Nem tehetem. Hogy ne beszéljek Jézusról. Elmondtam nekik, hogy tudjátok, hogy én miért vagyok itt. Nem azért, mert beteg vagyok. Azért is, de nem azért elsősorban. Ti miattatok vagyok itt, mondom. Hogy most már halljátok azt, hogy ha meg nem tértek, akkor elkárhoztok. És halljátok azt is, hogy mi módon lehet megtérni. Mi módon üdvözülhettek. Ezért vagyok itt. Hát gyerek testvérek, a munka lehetőség, a munkamező az rettetes nagy. Még a buszon is lehet, igaz, ha utazunk, vagy a vonaton, akar hol. Amikor azt mondja az ige, hogy az alkalmatos időt áron is megvegyétek, ezt legtöbben mire értik? Hát az ige hallgatás alkalmát meg kell venni áron, azt is igen. De a bizonságtételnek az alkalmát kell áron is megvenni. Azt kell. Még akkor is, ha kinevetnek, kicsúfolnak érte. Nem bocsánat, mi még nem, de az ülés idejével bizony meg is kövezték érte, igaz István? És most az arab országokban lefejezik őket, igaz? Mert még az életük sem jár. Mert drágább az örök élet, mint ez a föld élet. Ne attól féljetek, hogy a testet megöletik, azt mondta az új élet. Ne attól féljetek. Ezek a szőlő munkások, ezek végezték azért dolgokat, becsületesen meg. Gondolom, hogy a vincelér azért csak felügyelte. Most is felügyelnek bennünket oda kettőt. Hiszen van olyan dolog, amit el tudnánk rejteni a felügyelő előtt? Nincs. Annak idején mai könyvek nyitatnak meg. Azt van, abban benne jelenési könyv, de igaz, könyvek. Mindenkiről fel van jegyezve minden, amit az élete folyamán cselekedett. Még az is, amit a hívő élet előtt cselekedett, az is. Csak azok már sztornózva vannak, azok már át vannak húzva. Mert a hívő ember, aki az Úr Jézusé, az megyen ítéletre? Nem. Miért nem? Mert nem igazságtalan az Isten, hogy kétszer büntessen ugyanazokért a bűnöket, igaz? A bűnünket Jézus Krisztus oda vitte a fára, megbűnölött érte a mi bűneinkért, az enyémért, hanem mi nekünk is meg kell állni majd az Úr szín előtt, de ahogy az előbb említettem, a jutalmazásért. És nem az ítéletért. Az ítéletért azok állnak majd, akik nem az Úré.
Tehát láthatjuk, hogy a gazda az figyelmes. Figyeli azt, hogy milyen hűségesek vagyunk. Milyen engedelmesek vagyunk. Saulnak mit mondott a proféta által az Úr? Mikor áldozatot mutatott be a győzelem, hogy győzön a proféta helyett? Jobb az engedelmesség a véres áldozatnál. Engedelmesség. És a hála. Mert aki hálával áldozik, az dicsőít engem, aki hálával áldozik. Nagyon sokat, kedves testvérek, az Úr Jézustól, az Úr Jézus idejében is csak a fizikai gyógyulást akarták, igaz? Legjobb példa erre a 10 vérfokos. Mind a 10-en meggyógyultak fizikai gyógyulásra, igaz? De lelki gyógyulásra csak egy gyógyult meg, igaz? Aki visszament az Úr Jézus követésére. Igaz? Úgy elgondolkoztam, hogy csak nekem megadta volna az Úr Jézus azt a karizmát, amit az első tanítványoknak, hogy én is gyógyíthatnék most itt. A falu végén, nálam a sor vége, jönnének gyógyítatni az emberek magukat, igaz? De nem biztos, hogy meg is térnének. Mert csak a fizikai gyógyítás kell az embereknek. Az. Azért minden pénzt megadnak. Még a lelküket is eladják, mert elmennek a hitgyógyítókhoz, akik elhitetik magukról, hogy ők Jézus nevében gyógyítanak. Lelküket is eladják a sátának. Meg aztán hát most divatban most van ezek a keleti praktikák, gyógymódok, igaz? Hipnózis, apukunktúra, még soroltam tovább, hogy minden más. Amihez mindegyikhez tartozik egy hit. Azok is hit által gyógyulnak, én csak a gonoszba hiszek. Az emberi gyógyítmódba hiszek, nem az Istenben. Tehát az utolsónak is annyit adott. És akkor milyen már az emberi gaz? Ott is lesznek az zúgolódása. Az ítéletkor? Hát hogy ne lennének? Hát nem mondja az Úr Jézus? Majd mondja. Hát nem, hogyha nem elve prédikáltunk. Üztünk ki ördögöket, igaz? Gyógyítottunk. Azt mondja az Úr Jézus, nem ismerlek titeket. Nem ismerlek titeket. Lázadoztak, igaz? Itt is azt mondja nekik, menj el, vigyed a véredet. Megkaptad. Tehát jó azért mégis mi nekünk megfogadni, amit tanít az írás. Legtöbbször el szoktam mondani, hogy nekünk van egy nagyon jó utasítási könyv. Végrehajtási utasítási könyv, így szokták ezt nevezni, annak idején a forgalmistáknál, a forgalomszolgálattevéknél, hogy mit hogy kell cselekedni. Én még receptkönyvnek is szoktam említeni a Szentírást. Mit hogyan kell cselekedni ahhoz, hogy kedvesek legyünk az Úr. A gazdag ifjú mit kérdezett az Úr Jézustól? Mit cselekedjek, hogy üdvözlődjek? Benne van, hogy Istennek tetsző életet éljünk, hogyan élhetjük neki? Az Istennek tetsző életet. Megmondta az Úr Jézus, tartsd meg a parancsolatot.
Még akkor is, ha nem tudod megtartani, akkor is próbálkozzál. Mert a mi úrunk olyan kegyelmes, hogy még a jóra való próbálkozásunkat is méltányolja. Ha nem is tudjuk megcselekedni, elbukunk is, akkor is méltányolja. Igen, mert a mi Úr Jézus Krisztusunk olyan kegyelmes. Nem elnézi a bűnt, hanem eltör. És ez nagy különbség. El azt szokták elnézni, hogy hátat fordítok, hogy ne lássam, hogy mit ennél csinálsz, igaz? Csak ő nem fordít hátat, mert látja. Esetleg int és figyelmeztet. Mert utadon számtalan sok uram és eszközöd, hogy énekeljünk is. Neki minden eszköze van arra, hogy figyelmeztesse bennünket. És ez lehet egy betegség is. Egy bármi. Egy halálos is. Tehát mindenkor legyünk készen, arra, hogy bármikor eljött az Úr is, elragadhat bennünket, csak készen legyünk. Hogy majd, ha jön, készen legyünk. Amen. Magasztalunk téged, mennyi édes atyánk, felséges Istenünk. De negy jó voltodból napjainkhoz napokat toldasz is. Várod azt, hogy a te szőlős kertedben végzett munkánk eredményes legyen. Köszönjük te néked, hogy megadtad a lehetőséget. Hisz az aratni való sok, a munkás pedig kevés. Köszönöm te néked, hogy engem is elhívtál az életemnek a delén, és nem az kevesebbet, mint azoknak, akiket fiatalon hívtál el. Köszönöm te néked, mennyi édesatyánk, hogy van még időnk arra, hogy munkálkodjunk a te szőlős kertedbe. Uram, könyörgök te hozzád, te adj ébredést. Adj ébredést ebben a községben is, és minden, hogy szerte a világon, Uram, hogy fújjon az ébredés szele, úgy, mint az 50-es években annak idején, amikor sok százezer tértek meg, különösképpen fiatalok. Könyörgök te hozzád, mennyi édesetem közelben és táborban lévő szeretteinkért, akikért elsősorban felelősök vagyunk. Munkáld az ő szívükbe és a megtérést és a vágyakozást. És adj nekünk bátorságot, hogy merjünk bátran nekik is bizonyságot tenni és figyelmeztetni őket, Uram. Nem erővel és hatalommal, hanem szeléd és alázat a szóval. Hogy ott álljunk majd üdvvel öltözötten, én is szeretteim körötten. És könyörgök te hozzád mindazokért, akiket ránk bíztál. Ösztökéljél engemet is, Uram, hogy bátran melyek mellék szólni mindenkor. Bizonyságot tenni te rólad, hogy te vagy az üdvösségnek a szerzője. Könyörgök ezért a gyülekezetért, és te szaporítsad a gyülekezetet. Gyülekezet vezetőjéért is, Uram. Könyörgök te hozzád, te áldasz ki ránk szent lelkedet is. Tégy bennünket áldássá mások számára és a világ félé számára is. Könyörgök egyházadért, adj megújulást az egyházba. Adj új Luther Mártonokat, Uram, akik figyelmeztetik a bárvány imádókat, hogy térjenek meg. És könyörgök te hozzád. Sokat szenvedett kicsi magyar népünkért, áld meg ezt a nemzetet, Uram.
Adj bölcsességet népünk vezetőjének. Hálát adok te néked, hogy van imádkozó hátterük is, Uram, a mai vezetőjünknek, akik imádkoznak, hogy bölcsességet tudjanak hozni. Könyörgök te hozzád az elkövetkezendő választásért, Uram, adjál bölcsességet ennek a magyar népnek. Könyörgök te hozzád, te légy velünk a hétköznapjainkban is. Áldasz királyt, te áldásodat is. Gyógyíts betegségünket, erősítsd a mi hitünket. Hallgass meg minket. A názáreti Jézus nevébe kérünk, aki itt tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Fogadjátok az áldást. Semmi felől ne aggódjatok, mindenért hálát adjatok. Kéréseiteket mindenkor háladással tárjátok az Úrra, és az Istennek békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni a ti szíveiteket és gondolataitokat. Az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Amen. Én egy versen megpótítanám ezt az igét még. Nagyon hozzápászom. Szentelj meg, Úristen! Szentelj meg, Úristen! Teremts újjá engem! Adj erőt minden nap akaratot tennem! Szenteld meg nyelvem! Bátorsággal szóljon! Máskor meg, ha úgy kell, hallgatni is tudjon! Szenteld meg a lábom! Küldetésbe járjon, terjesszem a jó hírt szerte a világon. Kezem is tett szenté, gyors legyen a jóra, hozzád hadd emeljem, imára kulcsolva. Szenteld meg a szívem, csak érted dobogjon, örömmel, hűséggel szolgáljon a folyton. A református énekel, mert nem tudom, miért benne van. Szerint szemed új Jézus, nincsen benne másikra. Akkor a reformátum a 264-es, a baptistaiak és könyvben a 14-es. Yeah.